A fejlesztéseket mutatják be, megnyitották az értékes Pécs tablókiállítást. Kiszámíthatóbb közlekedés, új utastájékoztatási rendszer a Tükebusznál. Ünnep a görög katolikusoknál, diakónus szenteltek Pécset. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják. Ez a pont ma, április 24-én csütörtökön, tartsanak velünk. Megnyitott az értékes Pécs tablókiállítása a Cella Szepti órában. A tablók a projekt során megvalósuló fejlesztéseket mutatják be. A látogató központban az értékes Pécsnek köszönhetően többek között megvalósult a bejárat melletti vízesés és egy üvegfelületet is átadtak, ami a valamikori Cella Szepti óra egykori küszöbét mutatja be. Már csobog a vízesés a bejáratnál, és elkészült a fal másik fele is. Ezt az üvegfelületet ezt azért építettük be a projektbe, hogy be tudjuk mutatni a valamikori Cella Szepti órának a valamikori küszöb részét láttatjuk itt. Ezek az új beruházások mind az értékes Pécs projekt keretében valósultak meg a Cella Szepti órában, a kiállítás tablói pedig a még megvalósuló fejlesztéseket mutatják szerte a városban. A város egyik legnagyobb turisztikai projektje 2012 év végén startolt el, és 2015 év elején fejeződik be. Ezeket a beruházásokat biztos, hogy nem sikerült volna önerőből megvalósítanunk, ezért is szerencsés, hogy tudtunk csatlakozni ehhez az értékes Pécs projekthez, melynek a fő kedvezményezetje a Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft. A világörökségi területre és a középkori egyetemre durván 100 millió forintot tudunk a fejlesztésekre elkölteni. A világörökségi terület látogatottsága évről évre nő. Átlagosan több mint 50 ezeren látogatnak el egy évben a pécsi világörökségi emlékekhez. Átfogó program indul a pécsi belváros védett övezeteiben a behajtási engedélyek ellenőrzésére. Az első ilyen alkalomra csütörtökön kerítettek sort, amikor is délután 3 és 5 óra között a közterület felügyelet munkatársai kivonultak és valamennyi jármű engedélyét ellenőrizték. Az indoklás szerint a programot a turista szezon kezdetére való figyelemmel indítják, a csütörtöki akciót pedig továbbiak követik majd. Köszöntöm a stúdióban vendégünket, Nagy Csabát, Pécs alpolgármesterét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Razzia belvárosban, fokozott ellenőrzés, hát közeledik a turista szezon. A Városháza szerint emiatt kell ez az ellenőrzés. Valóban ennyit jelent ez a turista szezon szempontjából? Tehát tényleg valami kárt okozhat, vagy visszafoghatja a város népszerűségét, a sok autós? Nagyon érdekes a kérdés, és nagyon érdekes a szituáció is. Azt kell, hogy mondjam, hogy abból a szempontból igen, hogy vannak autóbusz megállóink, ahol azokat az autóbuszokat várjuk, akik turistákat, vendégeket hoznak. Tudni kell, hogy Pécset nagyon jelentős az idegenforgalmi bevétel. Számítunk a turistákra is, nem csak a pécsiekre, például a múzeumlátogatások alkalmával, hiszen nagyon sok jegyet vesznek. A Zsolnay negyednek több mint 200 millió forint a bevétel az eladott jegyekből, tehát nagyon fontos szegmense a városnak az, hogy hogyan és mi módon viszonyulunk a turistákhoz, és hát azzal szembesültünk, hogy a turista buszaink nagyon nehezen tudják megközelíteni a belvárost. Szembesültünk azzal, hogy beállnak az autóbusz megállókba akár 5 percre is autók, de akkor nem tud megállni a busz, és a turisták nem tudják a programjukat végrehajtani, illetve azzal is szembesültünk, hogy sokan engedély nélkül jönnek be a forgalomcsillapított övezetbe, aminek jelentős környezetvédelmi szerepe van, illetve nyilván a turista szezon vonatkozásában pedig így tudjuk megmutatni autók nélkül igazából Pécsváros szépségét és értékét. Az első akció az éppen ma indult el, csütörtökön. Következő mikor várható, illetve milyen rendszerességgel fognak ellenőrizni a közterület felügyelők? A közterület felügyelet az önállóan végzi a munkáját, hiszen ugye január 1-től új vezetői vannak a közterületfelügyeletnek. Ez egy előre beprogramozott akció, amivel figyelmet szeretnénk felkelteni, méghozzá azt, hogy arra szeretnénk ezzel tulajdonképpen az autósokat rábírni, megkérni őket arra, hogy ne jöjjenek be a forgalom csillapított övezetbe. Azt tudni kell, hogy most már nagyon szigorú büntetések vannak. Ezt nem a pécsi önkormányzat hozta meg, hanem központi jogszabályok, tehát aki engedély nélkül bejön, az azt kockáztatja, hogy 30 000 forintos büntetést kaphat.
de még egyszer mondom, ennek környezetvédelmi okai vannak elsősorban. Azoknak, akiknek itt dolguk van, azokat be tudjuk ide engedni, tehát az itt lakók kapnak nagyon kedvezményes engedélyeket, az itt dolgozók kaphatnak kedvezményeket, azok a szülők, akiknek a gyermekek ide járnak oviba, iskolába, ők kaphatnak kedvezményeket ebben az évben. Tulajdonképpen új kedvezményt is kaptak, hiszen napközben teljesen mindegy, hogy mikor bejöhetnek a gyerekekért, korábban nem így volt. Tehát mi azt gondoljuk, hogy jogász nyelven szólva, hogy amilyen szélesre lehetett tárni a kapukat, kitártuk. Azt szeretnénk, hogy a forgalom az ne nőjön, hiszen az utóbbi időben azt lehetett tapasztalni, hogy nagyon sokan engedély nélkül jönnek idebe. Ha már a forgalom növekedéséről esett szó, nem lehet a forgalom csökkenését elérni valahogy itt? Arra utalok kicsit a turistákra is gondolva, hogy kiszélesíteni a forgalomcsillapított övezetet, illetve szigorítani, tehát egyáltalán forgalommentes övezetet kialakítani a belvárosba, hiszen a történelmi belváros az bejárható, kényelmesen gyalog, sokkal élvezetesebb szerintem úgy meglátogatni a pécsi értékeket. Ezen gondolkozott a város, vagy ez még túl korai, vagy technikailag nem lehet megoldani? Nagyon sok mindent változtattunk az utóbbi időkben. Ugye akkor, amikor a Széchenyi tér átépítésre került, akkor erős kritikát kapott a város vezetése, hogy nincsen autóbuszos megközelítés a belvárosnak. Sikerült ugye a 44-es járat elindításával ezt pótolni. Most éppen egy kerékpárutat vezettünk át. Itt olyan megoldásokat hoztunk be, amik nem szokványosak, ezt meg kell szokniuk a közlekedőknek, és azt gondolom, hogy ezt ki kell terjeszteni. Valahol a jövő, én azt gondolom, hogy egy elektronikus bebocsátási rendszeré lesz, amin egyébként most már elvi szinten dolgoznak, hiszen a közösségi közlekedés fejlesztésének a tanulmánya erre ki fog térni, és én azt gondolom, hogy valahol a közeljövőben egy elektronikus behajtási rendszer lesz az, ami majd védi a belvárost. A mi belvárosunk az nem nagy, én azt gondolom, hogy egy 10-15 perc alatt gyakorlatilag egyik pontjáról másikra el lehet jutni, úgyhogy ilyen tekintetben biztos, hogy az a jövő, hogy a mostani helyzethez képest is tovább csökkentjük a gépjármű forgalmat. És ez még egyszer mondom, elsősorban környezetvédelmi szempontból nagyon fontos, hiszen a városnak jelen pillanatban nagyon rossz a levegője, és lépéseket kell tenni afelé, hogy ezt javítsuk. De Csaba, köszönöm szépen, hogy itt. Köszönöm szépen a meghívást. Mintegy 500 millió forintból újult meg a pécsi utastájékoztatási rendszer. A helyi tömegközlekedést modernizálták, fedélzeti számítógépet és GPS-t kaptak a buszok. Elektronikus tájékoztatótáblákat helyeztek ki az állomásokon. A városvezetés az ország legmodernebb tömegközlekedését akarja kialakítani a városban. A következő megálló Polgárköz. Így tájékoztat az új rendszer a pécsi helyi járatokon. Színészek mondják be, melyik megálló következik. Feliratban is olvashatják ezt az utasok. A kijelzők mutatják még, melyik járatokra szállhatnak át, illetve a pontos időt. De több mindent tud a rendszer. Ez a projekt 513 millió forintba került, ami most megvalósul. Nagy reményeink szerint ez nagyban javítja majd az utazás minőségét. Honlapunkon lehet tájékozódni arról, hogy az autóbuszok merre járnak, menetrendet meg tudják nézni az utasaink, és reméljük, hogy egyre többen fogják igénybe venni a szolgáltatásunkat. A buszok és a buszpályaudvarok is megújultak. A Tükebusz teljes járműállományát felszereltük GPS alapú forgalomirányítós utastájékoztató eszközökkel, illetve utastájékoztató berendezésekkel is. Ezt egy kicsit részletezném, tehát minden is autóbuszra felkerült egy fedélzeti számítógép, amit a járművezetőnek kell kezelnie a járművezetés mellett még pluszban. Ez az eszköz automatikusan vezéli az utastájékoztató rendszert. A központban, sőt az interneten is nyomon tudják követni a pécsi buszok mozgását. A buszpályaudvarokon elektronikus tájékoztató táblákat tettek ki, sorolja a fejlesztés eredményeit a projektmenedzser. Az alpolgármester azt mondja, az egy évvel ezelőtt indult buszbeszerzések is sokat javítottak a helyi tömegközlekedésben. Az egész közösségi közlekedés bizonytalansága az több mint 3000 körül volt havonta. Ma, mára ez a szám, a járatkimaradások számára gondolok, ez 10 alá csökkent. Tehát láthatjuk, hogy az elmúlt egy évben egy nagyon nagy fejlődést tudtunk tenni. Csizi Péter azt mondja, a város folytatja a pécsi buszflotta megújítását. Céljuk, hogy az ország legmodernebb tömegközlekedését valósítsák meg a városban.
19 részeg sofőrt kapcsolt le a rendőrség Baranya megyében a Józan húsvét alkalmával. Itt a járművezetés miatt 5 vezetői engedélyt vettek el a helyszínen az intézkedő rendőrök. A szabályosan közlekedők húsvéti csokinyulat kaptak az ellenőrzést végző járőröktől. Baranyában a rendőrök az akcióban összesen 961 szemét vontak intézkedés alá. Autósokkal, motorosokkal és kerékpárosokkal is megfújatták az alkoholszondát. Nem mindennapi eseményre gyűltek össze április 23-án Szent György nagyvértanú ünnepén a pécsi görög katolikus hívek. Az egyházközségben első alkalommal szenteltek diakónust Barát Gábor személyében. Az ősegyházakban diakónus nélkül nem is végezhettek szolgálatot. A Krisztus utáni 35-40-es évekre tehető, amikor az első 7 diakónust felszentelték az apostolok, hogy ők a prédikációnak és az imádságnak szentelve magukat a hétköznapi dolgokban ne vesszenek el. A görög szertartás és összetettsége miatt a pap segédje a diakónus. Ő kapcsolja össze a lelkipásztor és a hívek közös munkáját. A szertartás alatt a pap a szentélyben áll, a hívek pedig az ikonosztáz másik oldalán. A diakónus a papnak is segít, de a hívekhez is kimegy és vezeti az énekeket. Szertartás mester a diákonus, de valójában nem csak megint a ceremóniának a kiszolgálója, hanem az ég és a földnek az összekötője. A pap az a Isten embere, mint Mózes ott áll a Sinai hegyen, a diákonus pedig, mint Áron, vezeti a szót és szóbál az emberekkel. Na ez a templomi, a szertartási része. A másik, amely talán ismertebb, még protestáns egyházakban is a diakoniai szolgálat, tehát a szeretett szolgálat, a betegeknek ellátása, vagy bármilyen olyan tevékenység, amelyet nem a pap végezhet. Nyílt napot tart április 27-én vasárnap a Misina Állatvédő Egyesület. A nyílt délelőttön 10 órától délig várják azokat az érdeklődőket, akik szeretnék végigjárni az Egyesület főbb helyszíneit. A résztvevők megnézhetik például az állatok otthonát is. Egy-egy helyszínen külön program is várja majd a látogatókat. Lesz például bivajfürdetés, törpedisznó és kecske simogatás, valamint lóápolás. A jubileumi év további programjairól folyamatosan ad majd tájékoztatást az Egyesület. Pécs rendezi az egyetemisták és főiskolások 2014-es birkózó világbajnokságát. A FIZÓ végrehajtó bizottságának luzani ülésén szavaztak a magyar pályázat mellett. A VB főpróbája a május 1-i MEFOB birkózó döntő, ahol a magyar egyetemek és főiskolák legjobbai küzdenek a bajnoki címért és helyezésekért. Most ugyan még a focisták mérkőznek egymással a Lauberdezső sportcsarnokban, hamarosan azonban birkózókkal telik meg a küzdőtér. A háttérben lázasan folynak az előkészületek a nyári egyetemi és főiskolás világbajnokságra. Mintegy 100 hallgató fog versenyezni, képviselve saját egyetemeiket, és ami különlegesség ennek a versenynek, hogy a díszlet az már a világbajnoksággal megegyező lesz. A szándék, hogy Pécs is aktívan részt vegyen az egyetemi sport megújulásában. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a város rendezte a közelmúltban az interregionális kupát. A peacos vívók a junior Európa és világbajnokságon is kitűnően szerepeltek, és a kosaras hölgyek döntőt játszanak az NB1-ben. Ez azt jelzi, hogy az egyetemi sportnak az elmúlt évtizedekhez képest talán a szerepe megerősödött, és egyáltalán azt lehet látni, hogy a magyar sport azért egy picit kezd jobban teljesíteni olyan szempontból, hogy elismertsége, a megbecsültsége fokozódik, tehát a szurkolók talán jobban újra a sport felé tudnak fordulni. A Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség az elmúlt 25 évben 10 világbajnokság házigazdája volt. Az idei egyetemi és főiskolás birkózó világbajnokság rendkívül sokat jelent a város és az egyetem életében, és hozzájárul ahhoz, hogy a hazánkban eddig kevésbé népszerű egyéni sportágak felvirágozzanak. A birkózó világbajnokság július 7-e és 12-e között lesz a Lauberdezső sportcsarnokban. Szerdán este megkezdődött az egyik fél harmadik győzelemig tartó bajnoki döntő párharca. A Peac hosszabbítás után 78-72-es győzelmet aratott a Pink pécsi 4-24 ellen. A Peac az első félidőt uralta, majd a harmadik negyedben átvette a vezetést a Pink. A záró szakaszban mindkét gárda előtt megnyílt az út a győzelem felé, de végül csak a ráadásban született döntés. Híradónk végén főpíreink még egyszer egy-egy mondatban.
A fejlesztéseket mutatják be, megnyitották az értékes Pécs tablókiállítást. Kiszámíthatóbb közlekedés, új utastájékoztatási rendszer a Tükebusznál. Ünnep a görög katolikusoknál, diakónus szenteltek Pécset. Ez volt a Pont Ma, a Pécs TV híradója. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!